60. születésnapja alkalmából köszöntötték Törőcsik Andrást, az Újpest foci legendáját. Az ünnepségen a sok ajándék mellett egy igazi meglepetés is érte Törőt. A német Borussia Dortmund focistájának aláírásával érkezett egy mez, amelynek további sorsáról beszélgetek Borse Gáborral, az UTE baráti kör vezetőjével. Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél. Ugye még 8 nap nem telt el Andris születésnapja óta, tehát innen is gratulálunk Törőnek, és jó egészséget kívánunk. Az első kérdés, hogy van az Andris? Szia Gábor! Hát a család arra hatalmazott fel, hogy elmondhassam azt, hogy András balesete már egy éve és két hónapja történt, és az azt követő műtét óta telt el ez az idő. Hát András nagyon sokat fejlődött mentálisan is, erősödött is, fizikálisan is sokkal jobban van. Úgyhogy most már megengedhetjük neki, meg az orvosa is megengedik neki, hogy különböző programokon szépen lassan, fokozatosan részt vehet. Egy másik meglepetés is érte, nem csak ezen az ünnepségen voltak ajándékok, hanem az Újpest öreg fiúk mérkőzésénre is kilátogatott. Hát olyan ováció fogadta, mint annak idején régen is zúgott a Táncolj Törő, és még labdába is rúgott. Ezt hogy tudtátok elintézni? Hát ez nem volt bonyolult elintézni. Ezt azért kérdezem, mert ugye esténként már nem nagyon tud kiszabadulni az intézményből, ahol van a rehabilitációs központból. És ez a mérkőzés este 8 órakor kezdődött. Az a újpesti szurkolók egyik csoportjától érkezett a felkérés, hogy szeretnék valahol fölköszönteni a Törőt, és de az öreg fiúknál ő sokáig játszott, úgyhogy gyakorlatilag egybeesett a két ötlet. És hát első kérésre a Törő nagy örömmel mondta azt, hogy ne jönnék. Fölvettük a kapcsolatot az intézménnyel, ők pedig örömmel támogatták, mert nekik is az a véleményük, hogy minél több ilyen programra van szükség, annál gyorsabban fog az András meggyógyulni. Hát hihetetlenül megható volt az a fogadtatása, hogy az öreg fiúk játékosai is szinte áhítattal nézték a Törőt. Hát a szurkolóknak a gesztusai az meg tényleg csodálatos volt. Úgyhogy ha szabad, akkor innen is megköszönöm András és a nővére, vagy mondjuk azt, hogy őrangyala nevében, mert rengeteget jelentett Andrásnak ez az este. Valamikor hónapokkal ezelőtt, még amikor a másik rehabilitációs intézetben volt a Törő, akkor mi is voltunk és forgattunk egy rövid anyagot róla. Akkor még elmondhatjuk, dohányzott, és hát bevallom őszintén, nem akartunk olyan képeket csinálni róla, amikor szívja a cigarettát, pedig ott egymás után szívta a cigarettát. Úgy hallom, hogy most már óriási változás van sok mindenben. Na tényleg így van. Akkor tényleg így szívta a cigarettát, most meg tényleg úgy szívja a cigarettát, hogyha rá is gyújt, akkor egy sluk után eldobja, de ez naponta maximum egyszer fordul elő egyébként. Teljesen letette a cigit is. Úgyhogy... Ugye alkohol természetesen nincsen. Az abszolút nincs. Hát ez mondjuk ünnepnaknak számít, hogyha egy alkoholmentes sört megiszik. De abszolút ettől is mentes az élete. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a változások nagyon-nagyon sokat segítettek azon, hogy amit annak idején, a forgatás idején is te láttál, ahhoz képest András sokkal, de sokkal jobban van. Hát azt pontosan tudjuk, hogy az UTE baráti köre és a régi barátok, a régi igazi barátok mennyi mindent tettek és tesznek Andrásért. És én szeretném most megköszönni az újpesti szurkolók nevében, hogy direkt nem mondom, hogy te mondd el. Tudjuk azt a hírek szerint, hogy újabb egy évig álljátok gyógykezelését. Az UTE baráti kör kifizeti azt a havi apanást, amiért Törővel foglalkoznak napi 24 órán keresztül. Még egyszer nagyon szépen köszönjük. Nekem is meg kell köszönnem, ugyanis ez összefogás nélkül nem jöhetne létre. Hát azt tudni kell, hogy az UTE baráti kör az elsősorban a tagdíjakból tartja fenn magát, ezen kívül vannak adományaink, és van egy-két olyan szerződésünk, amelyik kifejezetten András gyógykezelésének támogatására jött létre. De hogyha az a rengeteg ismerős és ismeretlen, akik az adományokkal segítik András, nem tennék, akkor tulajdonképpen mi is tehetetlenek lennénk ebben a kérdésben. Úgyhogy nem nekem jár a köszönet, hanem azoknak, akik összefogtak ennek az ügynek az érdekében. Mi köszönjük.
azon a bizonyos ünnepségen rengeteg régi, klasszis várta Andrist. Én láttam, hogy most nem akarok neveket sorolni, mert biztos kihagyok valakit, de Görös Titi bácsitól kezdve Dunai Antin keresztül nagyon-nagyon-nagyon sokan ott voltak, és úgy hallottam, hogy első szóra mindenki vállalta, hogy eljön köszönteni Andrást. Hát tulajdonképpen majdnem mindenki ott volt valóban, akikre számítottunk. Nagyon örülünk nekik, hogy első szóra így megmozdult az újpesti közösség. Úgyhogy hát reméljük, hogy a 70. meg a 75. születésnapon is együtt fogunk ünnepelni. De azt is tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még nem volt ilyen összefogás, hiszen Csipke Rózsika álmát aludt az Újpest baráti kör, és azt köszönhető neked és a többieknek felébredtetek és működtök. Mit csinál a kör? Mivel foglalkozik? Csak labdarúgással, csak az utéval, csak az utánpótlással, csak az elesett sportolókkal? Mi a dolgotok? Hát ugye a hármas jelszóban az tulajdonképpen minden benne van, hagyomány, tisztelet, barátság. Ez számunkra együtt az utér, ez a második fele. Számunkra ez a három szó, ez azt jelenti, hogy a hagyomány, ezeket igyekszünk ápolni. Ugye Idestova 130 esztendeje íródik ez a dicsimnus. Úgyhogy hát van mit ápolni, igyekszünk a jellegzetes vagy jeles születésnapokat észben tartani, megünnepelni, a jeles dátumokat szintén megpróbáljuk fejben tartani és azokra emlékezni. Hát a tisztelet ugye az nem csak saját magunkon belül jár ki, hanem igyekszünk ápolni a kapcsolatokat más sportegyesületekkel is. Ennek példája volt pár héttel ezelőtt az Újpest-Fradi meccs előtt a Ferencvárosi baráti körrel való találkozás, de mondhatnék példákat Diósgyőriekkel való kapcsolattartásról, vagy másokkal is. Hát a barátság az pedig azt jelenti, hogy ennek az egész közösségnek egy olyan baráti közösségnek kell lennie, amelyik, ahogy mondtad az előbb, hogy ha segítségre van szükség, akkor tudjunk egymáshoz fordulni. Hát és sajnos van is szükség erre. Ha már a barátságról beszéltél, és ugye a Ferencvárosról is, de én tudom, hogy Zalaegerszeggel is nagyon jó viszonyban vagytok, és a többiekkel is. Hát nekem óriási meglepetés volt, hogy egy Bundesliga sztárcsapat gondolt Andrisra. Szavakat alig találok, mert ilyet, hogy Németországban gondolnak egy olyan magyar labdarúgóra, aki elesett, és hát valljuk be, nem sokat hallhattak már a sportkarrierjéről az utóbbi időben, talán csak rossz hírek érkezhettek, egyszer csak megjelent egy ajándék. Itt van az asztalon ez a gyönyörűséges sárga mez. Mint mondtam az elején, erről még beszélünk. Hogy került ide hozzátok Újpestre? Amikor elkezdtük a törő születésnapját szervezni, akkor Jurácsik Matyi, az elnökségnek az egyik tagja, az ő fejéből pattant ki az a gondolat, hogy egy igazi különleges ajándékkal kedveskedjünk a törőnek. És ő felvette egy-két Bundesliga csapattal a kapcsolatot, és a Dortmundiak gyakorlatilag az első szóra azt mondta, hát hogy ne tudnánk ki az a törő. Nyilván a Matyi segített ebben a kérdésben, hogy pontosan tudják, és aztán nagyon szívesen tulajdonképpen egy hét alatt megszerveződött ez a történet, úgyhogy néhány nappal törőszületésnapja előtt megérkezett a mez. Azért érdekes ez, mert éppen az egyik tanítványom adott nekem egy újpesti mezt, és megkérte arra, hogy Gábor bácsi, ha lehetne valami úton módon írassa alá az újpesti labdarúgókkal. Hosszú hónapokba telt, ezt komolyan mondom, hogy sikerüljön aláíratni, de most éppen ma hívott fel Balance Szabolcs, hogy megvan a mez, úgyhogy a kisrácnak nagy szeretettel átadom. Itt pedig azért világsztárok írták alá ezt a mezt, és küldték el törőnek, ráadásul meg írtak is rá valamit. Hát lehet, hogy csak szerencsénk volt, és egyszerre egy helyen ott voltak éppen minnyáján, én nem tudom. Azt írták rá, hogy jobbulástörő. Én azt gondolom, hogy ez a Dortmundtól egy hihetetlen parád és gesztus.
Biztos nem nézik ezt az adást, de innen is köszönjük szépen nekik. Árverezésre fogjuk. Megbeszéljük Jurácsik Matyival, hogy szerezzen meg a Dortmundnak az e-mail címét, és a linket átküldjük neki az adásról, hogy lássák azt, hogy foglalkozott az Újpesti Televízió ezzel a mezzel, ezzel a gesztussal, és már említetted ilyen fél szóval, hogy és mi lesz a mez sorsa? Egyetértésben a családdal az lesz a meznek a sorsa, hogy el fogjuk árverezni. Ennek az informatikai hátterét éppen most készítjük elő, remélhetőleg a jövő hét azt gondolom a közepétől már elérhető lesz a baráti körnek a weboldalán. És ennek a bevételét is az Andrásnak a gyógykezelésére fogjuk fordítani. Előre láthatólag, nehezet fogok kérdezni, mennyi időbe telik még András gyógykezelése? Tényleg nehezet kérdeztél. Hát ugye arra lehet támaszkodni, amit az orvosoktól hallunk, vagy éppen nem hallunk. Ők se nagyon szívesen adnak prognózist. Fél évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, és az orvosok sem mondták, hogy mostanáig eljutunk, tehát az András mostani állapotáig eljutunk. Ha ugyanilyen ütemben tudunk tovább haladni, hát akkor én azt gondolom, hogy egy év, másfél év múlva az András már szabadon járhat, kelhet, és de ezt ne ígéretnek vedd, légy szíves. Nem. Ez egy vélemény, csak én így érzem, vagy inkább és akkor következnek majd az újabb problémák, mert hiszen itt most 24 órát vigyáznak rá, aztán ha kikerül a nagybetűs életbe, akkor sem szabad, úgy gondolom, elengedni a kezét. Hát és itt következik ismételten a barátok, az igaz barátok, a család, a baráti kör. Azt gondolom, hogy lesz dolgotok elég még. Hát német példáról beszéltünk, akkor innen is lehet venni a Gerd Müllernek a példáját. Ugye ő is hasonló bajban volt, mint az András. Neki segítettek, ő is kellett hozzá. Reméljük, hogy az András is egyelőre nagyon együttműködő. Én azt mondom, hogy az elmúlt hetekben, most már több hónapban is talán több mosolyt látni az arcán, mint eddig én bármikor láttam. Egy utolsó kérdés. A baráti körnél mindig történik valami. Mire készültök most, ha ez nem titok? Hát nem titok. Nem sokára Noskó Ernőnek lesz a születésnapja. Újpest olimpiai bajnok labdarúgója az Ernő. Igen, november 26-án fogja ünnepelni a születésnapját, azt biztosan megünnepeljük. Azon kívül ugye jótékonysági rendezvényeink voltak országszerte, többfele ez a bizonyos Lila Eper elnevezésű akció. Ez most éppen Hajdú-Bihar megyében szerveződik. Remélhetőleg ott is hamarosan meg fogjuk tudni látogatni egy debreceni gyermekotthonnak a gyermekeit szeretnénk meglepni, és nem csak ajándékokat fogunk vinni, hanem programokat is, és szerveződik gyermeknapra a Békés megyei Újpest szurkolókkal az ottani kórháznak a látogatása. Kívánom neked, hogy mindenre jusson energiátok, a pénzről nem beszélünk. Kívánom természetesen, sőt követelem, hogy ne engedjetek el András kezét, és hogyha bármi van, légy szíves, értesíts bennünket, mert nagyon szívesen beszámolunk itt az Újpest Televízióban arról, hogy az Újpest baráti köre mi minden jót csinál. És nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál. Mi köszönjük András nevében is.